Én az iskolában nem voltam egy nagyon intenzív tanuló, ötös voltam, de ezt kihoztam okosan. De úgy nem maradt meg se arany, se Petőfi, ilyen fekete-fehér képek maradtak, és van ez a híres Petőfi fotó, ez a fekete-fehér olyan, mint a rajz lenne, ez egy daguerotípia, pontosan. És én akkor szembesültem azzal, hogy ez tulajdonképpen egy fotó Petőfiről. Tehát tulajdonképpen te Petőfivel szembe tudsz nézni. És nagyon emlékszem a pillanatra, a Víg Színház 202-es öltözőjében voltam, egyébként Latinovicsnak is ez volt az öltözője. Éppen ott ültem, tudatosodott ez a tény, hogy Petőfi szemébe nézek, és eszembe jutott, hogy az arany forrásokban és lejegyzésekben rengeteg olyan van, hogy hosszan paroláztunk, hosszan öleltük egymást, hosszan néztünk egymás szemébe. És akkor állt össze a kép, hogy akkoriban egy másik ember látása mit jelentett? Hogy a kapcsolatom az a találkozástól az elbúcsúzásig tartott, és semmi más. És minden más rágondolás, meg levélvárás, meg levélírás. És ez mennyire iszonyatosan intenzíven kellett megélni a kapcsolatainkat. És mennyivel mélyebbre tudtunk jutni mind önismeretben, mind érzelmekben, szimplán ettől a ténytől, hogy nekünk ott akkor ketten lennünk kellett. És nem lehetett más, csak te meg én. Erről kell szólnia, hogy visszahozzuk a 19. századiból ezeket az érzéseket. Mert azt gondolnánk, hogy ők porosak, hogy ők fekete-fehérek, de közben pedig így ezt látva napnál világosabb, hogy ők sokkal intenzívebben, sokkal szenvedélyesebben és sokkal izgalmasabban tudtak élni. És ezt az izgalmat próbáljuk meg visszaadni most a fiataloknak, akik megnézik ezt az előadást, amit mi csináltunk ebből. Szerintem nem nehéz átadni, mert ösztönösen az ember 4000 évvel ezelőtt pont úgy volt szerelmes, mint ma. Pont úgy szakadt meg a szíve, és pont ugyanazt érezte, hogy a hasában él most hirtelen, és nem itt, és nem itt. És ha a gyerekeket, ez legyen szó tanításról vagy színházról, el tudjuk juttatni ebbe az állapotba, hogy na, érzed, hogy most a hasadban vagy? És tudod, miért van ez? Mert itt élőben együtt vagyunk. És akarod így élni az életedet? Hogy a hasadban vagy? És 100-ból 100-szor azt válaszolják, hogy igen. Tehát nekünk nem azt kell mondani, hogy tedd le a telefont, hanem kell mutatni egy alternatívát, egy izgalmas, szenvedélyes alternatívát. Ez egy baromi izgalmas dolog, mert az első okostelefon, ami ugye ennyire felgyorsította a világot, az 11 éves. Én most vagyok 26, tehát én még először tudtam úgy szerelmes lenni 15 évesen, hogy jó, SMS-em volt, de egyből lement a dominókártyáról az egyenleg. De tehát ott még nagyon működött ez, amiről én beszélek. Egy mostani fiatal már nem tud okostelefon nélkül szerelmes lenni, vagy nagyon nehézen kerüli ezt meg. Tehát a régieknek csak fel kell eleveníteniük, hogy mikor volt jobb az életük, mikor tudtak intenzívebben a szó nagybetűs értelmében élni. Ez az újaknak, a mostani fiataloknak pedig azt kell megmutatnom, hogy így is lehet. És ha tetszik neked, vagy azt érzed, hogy ettől te jobban te vagy, akkor válasz lesz, akkor gyere velünk, és gyere a 19. századi nagyokkal, akiket te még csak bajusszal tudsz elképzelni, de közben pedig olyan szenvedélyes férfiak és nők voltak, hogy ketté áll a füled.